Hello mindenkinek, Attila vagyok, és ez itt az én újabb bukó videóm, pontosabban az én februári bukó videóm, és ez a videó most nagyon-nagyon rövid lesz, ugyanis erre van pár okom, igazából egy fő ok van, hogy ebben a hónapban, februárban meglepően nagyon kevés könyvet vettem, ugye az eddigi ilyen videóban mindig volt minimum 10 könyv, volt valamikor 20 plusz is, volt valamikor ilyen baromi sok, de így összeültem, leültem és megbeszéltem magammal a dolgokat, hogy ebben a hónapban és még márciusban is próbálom magam így tolerálni, nem veszek annyi könyvet, nem szerzek be, úgyhogy így is ugye nagyon-nagyon sok olvasatlan könyvem van, valamint ugye nem soká lesz április, amikor lesz a születésnapom, könyvfesztivál, húsvét, meg még mindenféle kutyafaszom lesz, akkor alapból, akkor megmondom 20-szor, hogy akkor, nem tudom miért mondom 20-szor, hogy akkor rengeteg új könyvem lesz, ezért most próbáltam magam tolerálni, és csak három könyvet szereztem be, és nem is húznám a szót, szerintem kezdjük is el a könyvekkel, amik itt vannak. Az első könyv az egy sorozatnak a folytatás, és melyet elő is készítettem ide a kezem ügyébe, és ez nem más, mint a 39 kulcsnak a 11. része, a Veszperek támadása, ami mostában jelent meg talán egy hónapja, fogalmam, fingom sincsen, őszintben mondom. Erről a sorozatról már sokszor beszéltem a videóimban, ugye ez a 39 kulcs sorozatnak a 11. részén, de előbb mondtam, az első résznek a címe az, hogy a Csontváros. És ez a sorozat, hogyha bővebben szeretnétek tudni, arról szól, hogy van két testvérpár, vagyis van ami, egy testvérpár van, akiknek a tagjai Dan és Amy, és meghalt az ő nagymamájuk, aki egy nagyon gazdag, tehetős, befolyásos asszony volt, és elmennek az ő temetésére, ahova rengeteg rokonuk meg van hívva, nagyon sok rokonuk van, valami több száz, és ebből kiválasztanak olyan 20 rokont a végrendeletnek a felolvasására, és ezekben benne van Amy és Dan is, ahol felolvassák a végrendeletet, és arról szól lényegében, hogy mindegyik tag, akit behívtak a végrendeletnek a felolvasására, kaphat vagy $1 millió, hát jól megy nekik, vagy pedig megkaphatják az első kulcsot egy ilyen 39 kulcs után folyó világkörüli hajszával, és hogyha valaki megszerzi mind a 39 kulcsot, akkor az lesz a világ ura, vagy valami világ, nem tudom, titkán megtudja. Ezért szól az egész ilyen hajsza, és aznak az igazából az elsőtől a 10. részig tart, és ezből a 11. része pedig egy új sorozat kezdődik, nem tudom, hogy fogalmazok, szóval ez már valami új történetet mesél el. Igazából a tippem sincs, hogy miről szól, de amikor belelapoztam, ebben ilyen évszámok vannak, szóval mint egy ilyen történelmi könyv lenne, mert eddig ilyen folyamatos történet volt, itt meg így évszámokra van bontva, mint hogy elmesélni a családnak a történetét, a kehilekét. Nem tudom, majd kiderül, és ez ilyen kemény borítós. És én mondtam már, csak két könyv van, baromi rövid lesz ez a videó. Ezeket a könyvmolykéző kiadótól kaptam, amit szeretnék neki megköszönni, és az első az a Fogadj el Rácz Stefán Tibortól, és számomra ez a könyv egyértelmű volt, hogy megszerzem, és nem csak azért, mivel tetszik, és hogy miről szól, és a borítója is kire, hanem azért, mivel ezt az egyik ismerősöm írta a Tibi, egyértelmű volt, hogy akkor meg is fogom ezt a könyvet szerezni. Ez lényegében ilyen iskolán belüli erőszakról szól, és elfogadásról. Ha valaki szereti az ilyen típusú könyveket, ami kicsit ilyen komolyabb témát feszeget, nekik ajánlom ezt a könyvet, nemrég jelen meg, és a borítóját is nézzétek milyen király. És az utolsó könyv, ami itt van, az nem más, amire már nagyon vártam, hogy megjelenje magyarul, ahhoz képest, hogy nem is tudok sokat a tartalmáról, az pedig Liba Bray-től, remélem, hogy jól mondom a nevét, a The Diviners, a Látó, és ez egy sorozatnak talán, vagy nem biztos amúgy, hogy sorozat, lehet, hogy ez egy standalone könyv, vagy csak egy egyrészes, nem, most így próbálom lenyomozni, de lehet, hogy egyrészes, nem tudom. Szóval ez a könyv Liba Bray írta, és nagyon sok külföldi youtuber dicsért, hogy mennyire jó az a könyv, és hogy mennyire szerették elolvasni, de biriszkál a hajam. És ezért én is tudtam, hogy ezt a könyvet megjelenik magyarul, meg kell szereznem, hiszen ez az Illuminati szemes borító is milyen király már. Tele van szemekkel, és nagyon jó kék a színe, ugye a kék egyik kedvenc színem. És azért is szerettem volna még, ugyanis ez egy paranormális könyv, ilyen szuper erős, természetfeletti bizbaszok vannak benne, ami ugye az én kedvenc témám a paranormális könyvek, ezért egyértelmű volt, hogy megszerzem. És ilyen nagyon jó ilyenek a lapjai, nézzétek, ilyen suhanók. És lényegében ennyi lett volna ez a videó, ez a három könyv, amit én februárban szereztem, kicsit kevés, tudom,
és bánt is, de muszáj magam tolerálnom. Írjátok meg lent kommentben, hogy ti milyen könyveket szereztetek be februárban, vagy miket szeretnétek legközelebb, és ajánljatok nekem könyveket, hogy márciusban vagy áprilisban miket szerezzek be mindenképpen. A vihartáncos nem kell ajánlanatok, mivel azt mindig írjátok, és azt be fogom szerezni legkésőbb áprilisban, nem kell izgulni a vihartáncost, meg fogom menni. És... hát lényegében ennyit szerettem volna ebben a videóban mondani. Jövő héten szünetem lesz, szóval akkor többször fogunk találkozni a héten, talán háromszor, talán négyszer, talán ötször, nem azért ötször, nem hiszem, de minimum két videó biztosan lesz jövő héten. Én ennyit szerettem volna mondani, hamarosan. Újból találkozunk. Én Attila voltam, és ne felejtjétek addig is, olvassatok el egy könyvet! Én most mentem. Sziasztok! Hello mindenkinek, Attila vagyok, és majd különleges videóm lesz nem mással, mint... Marissal! Ma együtt meg fogjuk csinálni a...